Várhatóan 2021 májusában fog megjelenni két legújabb könyvem, melyek címe A szeretet alkímiája, valamint A csakrák alkímiája. Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget. Magánélet egy technokrata diktatúrában. A kormányok lassan, fokozatosan átformálják a közgondolkodást és az emberek hitrendszerét. Minden eseményt abba az irányba befolyásolnak, hogy végül a technológiák elfogadásra kerüljenek, ha pedig valakiből ez nem tetszést vált ki, akkor egyre kevésbé élhet a vélemény nyilvánítás szabadságával, a szólásszabadsággal, a gyülekezési szabadság jogával, az ártatlanság vélelméről nem is szólva. A félelemtől hajtott elme behódol a központi akaratnak, és egyre több részt ad fel a magánéletéből. Az álcázott zsarnokság. A félelemtől felhajzott emberek elméje könnyen manipulálható. Gyorsan rávehető például arra, hogy lemondjon számos szabadságjogáról, és a biztonság látszatának érdekében elfogadja az új technikai és informatikai hadviselés szabályait. Az emberek kezdenek belefáradni és beletörődni a kiszolgáltatottságukba és a függőségeikbe. A hangzatos ideológia, amiért feláldozzuk a szabadságunkat, a demokrácia és a liberalizmus jegyében a terrorizmus veszélyeire való válaszlépésekről szól. A szlogenek a következők. Növelni kell az ellenőrzést, korlátozásokat és megszorításokat kell bevezetni, valamint erélyes, keménykezű vezetésre van szükség. Tényleg ez kell? Csak hogy ez nem az egyes emberről szól, hanem a mások feletti hatalom gyakorlásáról, vagyis a Ki irányít kit című játékról. Hová vezet ez? A szuperhatalmaknak az a legfőbb hibája, hogy ők jobban tudják, mire van szüksége egy másik idegen országnak. Mi ez, hanem agresszió? Mondva csinált ürügyekkel és a valódi szándékokat elhallgatva behatolnak idegen országokba és lábbal tiporják a másként élők, gondolkodók, az eltérő hagyományokkal, vallásokkal, kultúrákkal, nyelvvel és lelkülettel rendelkezők életét, és közben elveszik, amit csak akarnak. Jelenleg még atomcsend van, de van atom, és a csendben újfajta fegyverek fejleszthetők és vethetők be. E fegyverekre nem vonatkoznak jogszabályok. Sok esetben hatalmas magánkoncernek birtokolják az új technológiákat az adófizetők pénzéből. Ezek etikátlan, titkos és profitorientált politikája ártó hatásokkal is bír. Számos tudós foglalkoztatnak a magánvállalatok, a kormányok és a bűnszövetkezetek saját céljaik megvalósítása érdekében. A polgárok szabad akaratát pedig egyre inkább a technika irányítja. Ez egyfajta álcázott zsarnokság, azzal a furcsasággal, hogy itt az ember önként hajtja igába a fejét. Voltak éppen az egyén választja a végzetét, a technológiákat, a vezetettséget, az uralkodó ideológiát, az ellenőrzöttséget, és gyakorlatilag mindent, ami leigázza őt. Lesz-e magánélet a jövőben? Egy olyan világban, ahol bénultságig hatásba tesz az internet, ahol a megannyi technomágia beszippant és ellepi a tudatot, majd átveszik az irányítást az elmében, hát már alig, ha beszélhetünk önállóságról vagy magánéletről. Sokszor nem az ember hozza meg a döntéseit, hanem egy program, egy beidegződés az elméjében. A manipulatív eszközök sorra fosztják meg az embert a szellemi és a lelki erejétől. Amikor manipulációról beszélek, akkor külső ráhatásra gondolok, mely belül okoz kényszert. Ez az alárendelődés. Status quo, az emberiséget leigázták. Ezt valahol érezzük is. Ennek jelei a szakszervezetek, a környezetvédők, a polgári szabadságjogokért harcoló szervezetek és sok más érdekcsoport békés tüntetései és megmozdulásai. Egyre élhetetlenebb az emberek élete, és egyre kilátástalanabb a jövőnk. De már késő. Nem tehetünk érdemi lépéseket a korrupció, a kiszipolyozás, az iparosítás, a perifériára sodródás és a félelem ellen, mert már legyengült a társadalom immunrendszere.
s a magánéletünkben már jelen van egy bomlasztó, felforgató erő. Ezért hullik szét minden struktúra és rendszer a nyugati világban. Persze a rendszer próbál védekezni, védeni a rendet, ami gyengül, védeni a nemzeteket, amelyeknek szűkül a mozgásterük, védeni az egyént, aki nem ezt szerette volna, de a nevében ezt tették. Ami a magánszférát illeti, az elektronikus adatgyűjtés és adattárolás világában ez már csak papíron létezik. Mindenkiről lehet tudni mindent. Lásd, internet, banki tranzakciók, telefonálások, stb. A biometria, azaz a személyazonosság berendezésekkel történő megállapítása ott tart, hogy képes az új lenyomat, a kézgeometria, az íris, a retina, a hang, vagy az érrendszer struktúrája alapján megállapítani, hogy kik vagyunk. A hitelesítésre, ellenőrzésre és törvényvégrehajtási célokra használt új lenyomat ellenőrzés után közel állunk ahhoz, hogy mobiltelefonokba és számítógépes klaviatúrákba építsenek be biometriai gombnyomásos érzékelőt. Az arc lenyomatok úgy működnek, hogy egy háromdimenziós digitális képet készítenek az arcunkról. A módszer érintkezésmentes. Csupán fényt vetít az arcra, és rögzíti a koordinátáit. Ezután az arcunk már könnyen összevethető bármilyen adatbázissal. De nem csak erre szolgál. Az arcunk mikrorezdülései leolvashatók és kielemezhetők. Ezáltal a titkolt érzelmeinkre és a szavahihetőségünkre is fény derülhet. Az íris azonosítás sem egy futurisztikus technológia, mert Texas legnagyobb pénzintézete, a Bank United, a bankautomatainál már alkalmazza az egyedülálló íris minta előnyeit. A totális ellenőrzés távlatai azonban a nanotechnológiának köszönhetően nyílnak meg előttünk. A nanotechnológiai megoldások között találunk már biológiai mechanikai implantátumot, amely alkalmas arra, hogy GPS lokátorként, magyarul hely meghatározó rendszerként és lehallgató berendezésként működjön. Mi több, az implantátum képes fájdalmat kelteni, ha láthatatlan biztonsági vonalakat lépünk át. Még egy lépés, és képesek lesznek ezek a parányi beültetett szerkentyűk rádió üzeneteket fogadni és küldeni. De ha valakinek még ez sem volna elég, annak a figyelmébe ajánlom azokat a szuper WC-ket, amelyek analizálják a vizeletet, avagy az ürülékből képesek beazonosítani a szemét. Vannak olyan klozetek is, melyek a beléjük kerülő anyagok jogszerűségét határozzák meg. Például kimutatják a kábítószereket. Léteznek nem materiális megoldások is, ilyen az emberből kisugárzódó kis és extrém kics vagy alacsony frekvenciájú jelek távoli detektálására képes szerkezet, amely a célszemély belső fiziológiai folyamatait olvassa le. És akkor még nem beszéltünk a felderítő műholdak, kémműholdak és űrállomások képességeiről, amelyek figyelő szemei előtt csak nagyon kevés dolog maradhat rejtve. Ezek után újra kéne definiálnunk a magánélet fogalmát. Értelmes célok a jövőben. Az előbbiekből úgy tűnhet, hogy a technika és annak birtokosai mindent az ellenőrzésük alatt tartanak a világban. Ez természetesen túlzás és végletes gondolkodás. Mindez a sokféle technika eltörpül a sors akarata mellett. Nem csak rosszindulatú manipulációra lehet felhasználni az újdonságokat, hanem a védekezésen kívül számos építő és jobbító célra is. Emellett minden erő automatikusan magában hordozza az ellenerejét is. Minden szerveződésnek megvan az ellenpólusa, még ha ezt nehéz is elhinni. Ez a gigászok harca, amiben nekünk, átlagos embereknek alig, ha lehet beleszólásunk. De azért nem árt tudni róla, hogy ilyen is van. Én a magam részéről azt ajánlom, hogy mindenki a saját portáján sepregessen, arra törekedjen, hogy elérje a fizikai, a szellemi és a lelki fejlődése szempontjából legmagasabb szintet. A többit bízza a sorsra. Várhatóan 2021 májusában fog megjelenni két legújabb könyvem, melyek címe A szeretet alkímiája, valamint A csakrák alkímiája.